Öt féle vakcinát adott át Horváth Kálmán, Tolna megye kormány megbízottja csütörtökön dr. Kovács Klárának a megyei oltóanyagraktárban. Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca és Moderna mellett a Johnson & Johnson által gyártott Janssen vakcinából is kapott 15 adagot, Bátaszékváros legnagyobb körzetének házi orvosa. A doktornő úgy nyilatkozott, sokan érdeklődnek az új oltóanyag után. 3-4 héttel előbb alakul ki a védettség mind a két komponensű oltásoknál. Tehát konkrétan 14. napon az oltást követően már részvédettség, és a 28. naptól pedig erős védettség alakul ki. Kovács Klára azoknak is ajánlja ezt a vakcinát, akik irtóznak a tűtől, vagy egyszerűen csak nehezen veszik rá magukat az oltakozásra, hiszen itt csak egy alkalommal kell elviselni a tűszúrást. A doktornő úgy nyilatkozott, most ténylegesen válogathatnak a páciensek a vakcinákból, és többnyire élnek is ezzel a lehetőséggel. Horváth Kálmán kormánymegbízott elárulta, a Janssenből már második alkalommal osztanak a megyében. Az elmúlt héten már 300 adagot kiosztottunk, most 1000-re kerül sor, és törekedtünk arra, hogy azok a házi orvosi praxisok kapjanak, akiknél lélekszám arányosan, illetve a jelentkezett regisztráltak alapján sokan várnak még az oltásra. A kormány megbízott azt is hozzátette, hogy Tolna megye mindhárom kórházában tudnak időpontot foglalni a regisztráltak május 23-áig Pfizer, Sinopharm vagy Sputnik oltásra, és buzdítja az állampolgárokat arra, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, és oltassák be magukat.